Az Aranykész szakgimnázium 12 diákja, 6 fodrász és 6 kozmetikus tanuló két kísérő tanárral utazott Portugáliába, hogy Portótól 50 kilométerrel szakmai gyakorlaton vegyen részt. Az Erasmus Plus mobilitás programjában 2016 óta vesz részt az intézmény, tanulói jártak már Szicíliában, Barcelonában, Milánóban és most első alkalommal látogattak el Portugáliába. A tanulók minden nap szakmai gyakorlaton vesznek részt, különböző cégekhez vannak kihelyezve, fodrász, kozmetikus tanulókról van szó, mi alapvetően egy szépészeti iskola vagyunk, tehát fodrász kozmetikus tanulókat képezünk érettség utáni szakképzésben, és a tanulók a szakmai gyakorlat keretében megismerkednek a helyi jelezhetőségekkel, a helyi trendekkel, és ott dolgoznak a tanulókban, tulajdonképpen ugyanúgy, mint otthon szakmai gyakorlatot végeznek. Székely Krisztina hozzátette, az Erasmus Plus mobilitás program hosszú távú célja, hogy az Európai Unión belüli mozgást, az európai polgárrá válást elősegítse. A rövid távú cél pedig, hogy a szakképzést innovatívabbá tegye, a tanulók kitekintést kapjanak a nyugat-európai trendekre. Ezekben az országban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szépészetre, a szépségiparra, egészen más termékekkel dolgoznak, sokkal innovatívabb, organikus, bio, ökológiailag előrébb vannak. Ezzel mi, itt nálunk Magyarországon, a magyarországi forgalmazók vagy gyártók, ez az egyik ok, ami miatt itt mondjuk sok mindent másképp látnak, más tanulhatnak, illetve valahogy én azt érzem, ahogy most az első két nap tapasztalat alapján, hogy ők ez a visszatérés a gyökerekhez, nagyon sok mindent manuálisan csinálnak, ez kevésbé használják az elektronikai eszközöket, az elektronikus képeket. Az igazgató hozzátette, Portugáliában kézzel festenek, kézzel végzik az arckezeléseket. Mint mondja, azért nagy lehetőség egy-egy ilyen külföldi gyakorlat a diákok számára, mert új dolgokat tanulnak, amiket ha hazaérnek, a szakmai életükben tudnak hasznosítani. A diákok 3 hetet töltenek Portugáliában, március végén utaznak vissza Magyarországra.